A tartalékos haderő fejlesztésének fontosságára hívta fel a figyelmet Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter a Nyíregyházi Egyetemen. A politikus elmondta, az építkezési munka célja, hogy területvédelmi alapokra helyezzék a tartalékos rendszer működését. Van egy hivatásos haderünk, amely támaszpont szerűen ma jelen az ország bizonyos pontjain, amelyet hivatásos, professzionális, magasan képzett, missziókban tapasztalatot szerzett, nyelveket beszélő katonatisztek, altisztek és legénység képez, akik a haderőfejlesztésünk keretében kapják a legmodernebb, legjobb nyugati NATO-kompatibilis fegyverrendszereket. És ők ilyen formán képezik a haderőnk gerincét. Ők azok, akik tipikusan missziókban is jelen vannak, és ők a véderőnk gerince. Emellett, ezzel párhuzamosan azonban fölépítünk egy területvédelmi tartalékos rendszert, hálózatot, amely nem támaszpontszerűen, hanem az egész országot lefedő módon kapillárisszerűen megjelenik az országban. Most már 7 területvédelmi ezredünk van, az első valóban Nyíregyházán a Battai területvédelmi ezred volt. A tavaszi zsibongás névre keresztelt kulturális rendezvényt a Vattai Antal II. Területvédelmi Ezred Honvédelmi Oktatási és Kulturális Központja a Magyar Huszár Alapítvánnyal közösen szervezte. Az esemény egyik célja a honvédség megjelenítése, társadalmi szerepének megerősítése volt. Hívtuk a katonaiskolásokat, a kadétokat és a honvédsúlyosokat. Hívtuk a katonákat magukat nyilvánvalóan, de hívtuk a közigazgatásban dolgozókat, tehát a járási hivatalokat, azoknak a dolgozókat, hogyha esetleg ott helyszínen, akár Fehérgyarmaton, akár Kemecsén, akár bárhol felmerül egy ilyen kérdés, akkor legyen egy valami fajta képük, hogy tulajdonképpen hol lehet tartalékos katonának jelentkezni, vagy hol lehet honvédsúlyosnak jelentkezni. Hívtuk a nyugdíjasokat, hívtuk úgy mondjuk, hogy a társfegyveres erőket, tehát a rendőrséget, a tűzoltóságot, a pénzügyőröket, hogy ők is képbe legyenek ebben, és hívtuk mindenkit, akinek kedve van, ideje van és érdekli, hogy milyen is egy igazi profi 45 fős férfikor, amelyik aztán mindent játszik a könnyű zenét, a komoly zenét, tehát szerintem egy nagyon szép élmény lesz a mai est, és utána pedig, hogy egy kicsit ha csak a széken ülve is mozogjunk, fellép a Szabolcs Tánc Együttes is, akik egy fergeteges táncbemutatóval fogják lezárni ezt a mai estünket. A rendezvényen a Toborzó Iroda és a Kisvárdai Huszár hagyományőrzők is részt vettek kiállítóként. Az eseményen a geszterédi aranyszabja rekonstrukcióját is bemutatták a közönségnek.